Nyílt napot tartottak a Hell Energy szikszói üzemében március 2-án. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Európai Állampolgárok éve alkalmából indította el az Uniós Fejlesztések Nyílt Napja Séta a kulisszák mögött elnevezésű programját. Az eseményen stábunk is jelen volt, hasznos információkat kaptunk Szebeni Péter pénzügyi igazgatótól. 2009. júniusában adtuk át a gyárat, tehát gyakorlatilag most fejezzük be a második évünket. Eredetileg 2 energiaital létezett a Hell Energia családban, ez most már 9-re bővült, részben energiaitalok, részben nem. Ha csak az energiaitalokat számoljuk, akkor 7 energiaital létezik. A klasszikus energiaital cukros és cukormentes változatban, a New Generation, ami hozzáadott koffein helyett teát tartalmaz, a Strong termékcsalád vörösszőlős és almás ízben, és a legújabb az Ice Cool, ami az idei télnek a sláger terméke volt. Az igazgató a helyszínen továbbá azt is elmondta, hogy a gyár mögött egy versenypályát terveznek felépíteni, ami gokártozásra és neves autóversenyeknek adhat otthont. Riportjában a részletekre is kitért. Még nem épül a versenypálya, de mi is úgy szeretnénk, hogy épüljön a versenypálya. Ez nagyjából 2,5 km hosszú versenypálya lesz itt a szomszédságban. 23 hektáron valósul meg a fejlesztés, 3 milliárd forintból egyenlőre, és ennek eredményeképpen egy olyan motor- és autóversenypálya létesülhet, ami a régióban egyedülálló, a Hungaroring minőségével vetekedő, de annál sokkal olcsóbban bérelhető és használható pálya lenne. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Hell terveze a Forma 1-ben részt venni, illetve a versenypálya mellett épülő hotel részleteiről is beszélt televíziónknak, mely a versenyzőknek akár még szállást is biztosíthat. Egyelőre nem tervezzük a Forma 1-es részfélt, tehát más irányokban indult el a marketing. Az a meginduláshoz kellett a nemzetközi piachoz, most már ismerik a Hell márka nevet, úgyhogy az a segítség, amit nekünk a Forma 1 adott, azt megkaptuk, úgyhogy most már nem. Egyelőre nem tervezzük a Forma 1-be való visszatérést. Ez a Hell Ring Hotel, amiről szó van, ez a Hell Ring versenypályát fogja kiszolgálni, 22 szobával, 48 férőhelyes, 4 csillagos szálloda. Igazából nem az idegenforgalomra számítunk itt ezzel, hanem kifejezetten a versenypálya igénybevevőit szeretnénk ezzel kiszolgálni. A látogatók betekintést nyerhettek az energiaital és üdítő előállítás folyamatába, és belekóstolhattak a Hell termékcsaládjába is.